A megyében kevés őszi barack van, de az a kis mennyiség is szinte eladhatatlan. A gyümölcsből általában pálinka lesz, vagy pedig siúfokra szállítják, körülbelül 40 forintos áron. Ebben az évben az őszi barackban komolyabb károkat okozott a tavaszi fagy, de a hűvös, csapadékos időjáráskor terjedő gombafertőzésektől sem sikerült mindenhol megúvni a gyümölcsöt. Az őszi barack szezon egészen szeptember közepéig tart, a termés az elmúlt években pedig 15 és 60 ezer tonna között ingadozott országos szinten. Érdeklődtem most a szíva után, abból se olyan nagyon kimagasló mennyiség terem, de azért 30-40 kamionnyi szokott lenni, most ez a felvásárlás egyöt 10 kamionra csökkent le, de az is egy 30-40 forintos áron, a 70-80 forintos átlag megyei átlag árakhoz képest, ami az előző évben volt. Ebben az évben nincs jó helyzetben a gyümölcságazat, tette hozzá rá címre. A dinnyét szintén alacsony áron tudják eladni a gazdák, valamint az alma is olcsón értékesíthető. A kilátások a későbben érő szívákra se olyan túl bár ott beléphetnek a konzervizemek is, mert ezt szoktuk befőtként is elrakni. Talán egy ilyen 60-70 forintos árat elfognak, vagy remélik a szívat hogy el fognak érni. Az idei szilva termés a közepesnél enyhén jobb lehet a szakemberek szerint. Hazánkban 6600 hektár területen foglalkoznak szilvával, a termesztők tavaly közel 70 ezer tonnát takarítottak be. Ez a mennyiség idén valamennyivel kevesebb, 60-65 ezer hektár tonna lesz majd.